Jó napot kívánok, kedves nézőink! Köszöntöm Önöket új sorozatunk első adása alkalmából. Műsorunk címe Út a jövőnkbe, alcíme Nyakunkon a katasztrófa. Ennek megfelelően a következőkben minden két hétben arról fogunk beszélgetni, hogy melyik az az út, amely kivezethet az emberiséget fenyegető ökológiai katasztrófából, és hogy ennek érdekében mit kell tenni mindannyiunknak, hogy megváltoztassuk gondolatvilágunkat, erkölcsünket. Bemutatom beszélgetésünk állandó résztvevőit. Balogh János akadémikust, ökológus professzort és Szabados Györgyöt. Különböző kutatóintézetek, szakértők évek óta mondják, hogy az emberiség elérkezett növekedése határáig, és hogyha így folytatódik tovább, akkor ökológiai válságba fog vezetni mindez. Professzor úr, valóban ilyen nehéz a helyzet? A növekedés határairól már a 60-as években igen komoly tanulmányok jelentek meg, sokan hallották a római jegyzőkönyveket. Ebben 5 világmodellt dolgoztak ki, és ennek a világmodellnek valamennyi variációjában benne volt a katasztrófák jele. Egy mai felmérést szeretnék mutatni ennek az igazolására, amelyik ezeken alapszik. Ez a kötet az 1994-es meglehetősen sötét képet fest. Lássuk ezeket az adatokat. A népesség, a föld népessége 1990 és 2010 között 5 milliárd, 5,3 milliárdról 7 milliárdra emelkedik, ez 33%-os gyarapodás jelent. Most nézzük, hogy gyarapodik utána ennek a 33%-nak a legfontosabb élelmiszertermelési vonal. Kezdjük a halzsákmánnyal, köztudott, hogy a tengeri halászatról van szó. Rendkívül fontos fehérjeforrás az emberiség, igen jelentős, főképp a fejlődő országok számára. Plusz 20%-os gyarapodás fog bekövetkezni a plusz 33%-os népesség gyarapodáshoz képest. Az öntözött területek plusz 17%-kal gyarapodnak, a szántóföldek csak plusz 5%-kal, a mező és a legelő, ahonnan a húst, a tejet, tehát a másik fontos fehérjét kapja az emberiség, csak plusz 4%-kal, és ami a legaggasztóbb, az erdő mínusz 7%-kal, tehát csökkenni fog a következő 20 év alatt. Mi ennek a jelentősége ezeknek a számoknak? Mit mutatnak ezek? Akkor látjuk, ha lebontjuk ezeket a számokat egy főre. Tehát, hogy a föld űrhajónak a fejadagja, az egyes utasok fejadagja mekkora. Itt van mindjárt a halzsákmány. A plusz 20% gyarapodás azt jelenti, hogy mínusz 10%-kal, tehát csökkenni fog az egy főre eső halmennyiség. Az öntözött területek plusz 17%-a azt jelenti, hogy az egy főre eső öntözött területek mínusz 12%, tehát annyival csökkennek. A szántóföld 21%-kal, a mező és a legelő, tehát a másik nagy fehérjeforrás mínusz 22%-kal csökken, és ami a legaggasztóbb, a mínusz 7%-os erdőterület csökkenés, az 30%-os csökkenés jelent egy főre. Tegyük ezt hozzá, hogy ezek az adatok átlagok. A legszegényebbek ennek sokszor a kevesebbét kapják, a leggazdagabbak többet, tehát a súlyossága ennek a számsornak sokkal nagyobb, mint hogy a mesztelen számok mutatják. Hát ez a helyzetkép. Nincs annak esélye, hogy ezeket a számokat, amelyek ugyan nem érik el a népesség növekedésnek a 30%-át, megnöveljük erre a 30%-ra, vagy még többre? Nincs rá esély, hiszen mindent bevetnek, amikor elérik ezt a 20%, nem sorolom még egyszer ezeket a pluszokat, itt már érvényesül a közgazdaságnak a csökkenő hozadékképesség nevű törvénye, vagyis hiába emelem én a művelést, a műtrágyát, stb. Már csak csökkenni tud, mert túltelített, túlterhelt minden termelési vonal. Erre tehát nincs esély. Ezekben a római klub jelentésekben nem csak az élelmiszerrel foglalkoztak, hanem a nyersanyagokkal is, és ott is igen negatív előrejelzéseket adtak. Igazak-e ezek a jelentések? Szent György Albert mondotta egyszer valahol félig tréfásan, de nagyon komolyan, hogy a földünkre ki kellene tenni a táblát, hogy hely csak 5 milliárd ember számára, szemetelés, pazarlás tilos,
atombombával játszani szigorúan tilos. Hát kérem, hogy tartotta meg az emberség ezt a receptet? Itt vannak a kezemben a legújabb 1993-ig pontosított adatok nagy része, úgy tudom, még nem is publikus, elsőnek hangzik el így a közönség előtt. Hát nézzük, csak kiragadott példák, vegyük a pazarlást. A világszerte felhasznált repülőgép üzemanyag közel egynegyedét, évi 42 millió tonnát katonai célokra használják. Ez az arány a 80-as évek végén az Egyesült Államokban már elérte a 27%-ot, a Szovjetunióban a 34%, Németországban az 50%-ot. Világviszonylatban körülbelül annyi kőolaj terméket használnak el ma is katonai célokra, amely a világ második gazdasági hatalmának, Japánnak az összükséglete. Azt hiszem, ez nem kell kommentár. Lássuk most a szennyezést. Itt is vannak nagyon szép adatok. Az NSK hadsereg évente több mint 100 millió tonna szilárd hulladékot égetett el, és körülbelül 500 tonna mérgező anyagot, vegyszert használt, ebből 50-90 tonna növényítószer volt. Az évi 30 millió köbméter folyékony hulladékból 12 millió köbméter a folyókba vagy a talajvízbe került. És ez a rendes, fegyelmezett, gondos szemét és anyaggazdalkodást folytató Németországban volt. És most jön a másik kérdés, az atom kérdés. Nem csak az atombombáról beszélek, a plutóniumról beszélek, és egyáltalán az aktív hasadóanyagokról. Szó szerint idézett, egy 1993-ban készített jelentés szerint mintegy 1000 tonna plutónium és mintegy 1300 tonna dúsított urán van a Földön, és nem csupán az atomfegyverrel rendelkező országokban. Nem kell kommentálni. További adatok. A robbanófejek kipróbálása, az atomfegyvergyártás végső szakasza 1945 és 89 között több mint 1800 bombát robbantottak fel 35 helyen szerte a világban, majdnem minden esetben gyarmatok, volt gyarmatok és fejlődő országok területén, tehát vétlenek és védetlenek területén. Vajon milyennek a következménye? A nagyokosok és a cselekvők számára is volt következmény, nem csak az, amit gyakran hallunk, íme az Egyesült Államokig. 400 ezer atomveterán van az Egyesült Államokban, akik a légköri robbantások idején szenvedtek sugárfejlődést, nem tudták, hogy miről van szó, azok se, akik csinálták. Azok se, akik megcsinálták, kikukucskáltak és nézték, hogy jaj, de érdekes. 100 ezer munkás szenvedett az Egyesült Államokban ilyen helyszíni sérülést. Utah, Nevada és Arizona államokban, ahol ezek a kísérletek folytak is. Valószínűleg több millió amerikai szervezete károsult több-kevesebb mértékben. Ott, ahol megcsinálták, és ott, ahol hitték, óvatosan bántak vele. Még egy pár adat a Szovjetunióból, olyan, ami nem ismert, ami újabb. Szemipalatinsz közelében a rákos betegség száma megnőtt. A halva születettek száma megnőtt. 1988-ban a rákos megbetegedések aránya 70%-kal volt magasabb az országos átlagnál. Íme a mai helyzetfelmérés. 1993-ban az Egyesült Államok és Oroszország, szóval a fák területén, a volt Szovjetunió területén, a nukleáris arzenál becslések szerint 20.426 robbanófejet, ennyi atomtöltetet foglal magában, és 3.686 hordozót, köztük a legtávolabbi hordozókat, az interkontinentálisokat. Ehhez sem kell, azt hiszem, kommentár. Hát ez a helyzet. Ez még annak az embernek is nagy lelki tehertétel véghallgatni, aki ezeket ismeri, ezeket az adatokat, gondolom. Valahányszor te magad is szembesült ezekkel az adatokkal, mint ahogy mi most ezzel szembesültünk. Hát egyszerűen szörny. Hát engem ez mindig felizgat, hát talán látszik rajtam, hallatszik a hangom, mondom, hogy most is felizgattam magam, és talán egy kicsit jó értelemben szeretném felizgatni a nézőket, a hallgatókat, mert az első lépés az, hogy mindezeken háborodjunk fel, mindebben ne nyugodjunk bele. Én mégis úgy gondolom, hogy az emberek mégsem tudnak ezzel igazából szembenézni, mégsem fogják föl ennek a nagy veszélyét. Miért van ez, Szabados György?
Hát azért, ahogy most én hallgattam ezt a felsorolást, magam is szinte tetten értem magamat, hogy hogyan reagálok. A figyelem és, az önvédelem vonatkozásában, hiszen egy mennyiség után azt éreztem, hogy ez elég. A figyelemem szinte leblokkolt, mert van egy ösztönös, ősi, belénk épített tulajdonságunk, hogy csak a szépre szeretünk emlékezni. Tehát az ember lelkének és elméjének az egészségvédelme az abban is megmutatkozik, hogy bizonyos negatív rossz dolgokat egy mennyiség után nem fogad be. Ez az egészséges szemléletből fakad. Na most még azt is megkérdőjelezem, ugye mit kéne betartani ezen a földön, csak mi benne élünk ebben a helyzetben, és belülről nem látjuk olyan világosan a dolgokat, mint ha kívülről néznénk, kívülről pedig eddig egy-két embernek adatott csak meg, hogy a földet lássa. Pedig akárhogy nézzük a dolgot, itt egy tragikus folyamat felé haladnak a dolgok, mert a természet sokkal nagyobb kapacitású értékrend és összefüggésrendszer, mint ahogy azt a mi fantázián képes akármilyen rafinált tudományos eszközökkel követni. És a természetnek ez a mérhetetlen nehézségi ereje, ez a nehézkedése, az a tehetetlenségi nyomaték, ami a természetben van, mint törvény, az úgy fog visszavágni. Rövid időn belül úgy fogja bedarálni mindazt a tettet, azt a hibát, mindazokat a következményeket, amely ennek az értékrendnek a betartása nélkül, annak hiányában itt történt az elmúlt 100 évben, vagy 200 évben, ez kérdés, hogy mennyi idő alatt, hogy mint a nagy egész önvédelme, ugye, ami ugyanúgy egy egészségvédő mechanizmus, mint az ember, mint személy önvédelme, katasztrófa formájában következhet be. Hát reméljük, hogy nem, ez majd későbbi beszélgetéseinknek lesz a témája. Akkor most mit tegyünk? Várjuk a katasztrófát öbetett kézzel, vagy van valami tennivalónk? Tehetünk-e valamit? Mindannyian. Hát ehhez az elhangzottakhoz még azt tenném hozzá. Nemrég jelent meg Izmael címen egy ilyen környezetvédelmi kulcsregény, vagy minek nevezzem. Izmael a főszereplő, egy menedzséria gorillája, amelyik rögtön a könyv elején felteszi a kérdést, hogy én mindent értek nálatok, emberek, csak egyet nem értek, hogy hát én nem féltek. Hát én miért nem féltek? Nem tudjátok, hogy mi vár rátok? Ez a kérdés, amit hallottunk. Most az első számú feleletvére arra, hogy várjuk tehetetlenül, szó sincs róla. És azért vagyunk itt, és azért ülünk itt, hogy mi, akik itt vagyunk, és akik a televízió képernyő előtt ülnek, együtt tanakodjunk azon, hogy merre indulunk, és mit lehet cselekedni. Én tudnélik, mélységesen meg vagyok arról győződve, hogy nem állami feladat, és nem kormány feladat az, hogy a gondolkozást megváltoztassuk, hanem ez, ahogy mondani szokták, civil feladat. Tehát nekünk, kis embereknek kell ezen gondolkozni, nekünk kell úgy viselkedni és úgy cselekedni, hogy kikényszerítsük a jó irányba való lassú változást, és talán ez vezet majd el valahova. A legnagyobb gond, aminek a végére kell járni, hogy tulajdonképpen nem tudjuk, mi az oka annak az értetlenségnek, hogy halljuk ezeket az adatokat, nem tudjuk Izmaellel együtt, a menedzséria gorillájával együtt, hogy miért nem félünk eléggé, miért nem törődünk eléggé a dolgokkal. Úgy gondolom, hogy erről a témáról majd következő műsorunkban fogunk bővebben beszélgetni. Köszönöm a figyelmüket, két hét múlva találkozunk ismét.